ahogy szentírások és a Srila Prabhupát erről nyilvánítja véleményét, hogy ez csak a szenvedésnek a meghosszabbítása. Mert hogyha olyan, mint egy zöldség, valaki a gépeken él, annak mi a boldogsága, mi az értelme? Természetesen ennek az embernek kell dönteni, hogy ő akar elmenni, vagy nem. És hogyha ő akar elmenni, akkor bármilyen gépre van kötve, gyógyszereket úgyis elmegy. A másik, hogy sokszor az a probléma, amikor a hozzá tartozók, a rokonok, és nagyon sajnálnak, és nem engednek el, jaj, ne menj el, ne hagyj minket, akkor itt a gépek nem mindig számítanak. De el kell engedni, hogyha lejárt, megvan határozva, mennyit ideig maradt egy lélek a testbe, és amikor lejár a karma, akkor mi tudjunk valamilyen időn át mesterségesen tartani a testbe, előbb-utóbb úgy is fog elmenni, és jobb, hogyha hagyni rá, és bátorítani, hogyha úgy látja, hogy most lejárt, akkor csak nyugodtan menjen el, ne ragaszkodjon a testhez, de közben imádkozzon Istenhez. Ez a legfontosabb, hogy Isten lelki tudatban legyen halál pillanatban, másképp karma fog elvinni a következő testbe, az nem biztos, hogy ember lesz, az bármilyen más testbe is mehet. Mert mondom, a gépekkel valakit fenntartani, szenvedést, félelmet, halálfélelmet csak hosszabbítani.